we suck. Can't win any games. But we'll see. It'll be fun. Ahogy már a második rész végén beharangoztuk, a linebackerekkel folytatjuk a roster ismertetőt és az 53-as típjeinket. Gyakorlatilag ez egy olyan poszt lett a csapatnál, ami évekig, az utóbbi években billegett az elégtelen és az elégséges között, hiszen szereztünk egy Kyle Van Noyt, aki Detroitban nem kellett a kutyának se, évközben odaadtuk Jamie Collins-t Sotier, draftoltunk egy Javon Bentley-t, aki miatt össznépi sztrájk tört ki a ball.hu-n, van egy Elandon Robertsunk, vagy volt évközben egy Elandon Robertsunk, akit mindenki csapaton kívül szeretett volna tudni, a Brandon Kinget az csak speciális játékoknál lehet felküldeni a pályára, a Christiansen az nem osztott, nem szorzott, a draftolását sem nagyon értették az emberek, tehát volt egy Donta Hightowerünk, aki meg ugye megsérült, aztán lelassult, körbefutotta mindenki, aki csak szembe jött az ellenfeleknél, és mégis valahogy ez az egység megint kinőtte magát egy olyan meghatározó játékosokkal és vezéregyéniségekkel megáldott csapategységé, hogy egyszerűen nem nagyon lehet kihagyni senkit sem. Hogy látod ezeket az embereket? Sziasztok! Hát itt volt problémám az összeállítása, hogy 5 vagy 6 embert vigyek végül. Ahogy mondtad, nem nagyon lehet innen kihagyni senkit, úgyhogy maradtam a 6 embernél. Tényleg most, hogyha a Hightower-be belegondolunk, az előző 3 Super Bowl-t azt nagyban köszönhetjük neki. Mind a 3-on csinált kulcsjátékokat. Talán a Seahawks ellen az elszakadt tricepszel, ugye ő állította meg az 1 yardoson Marshall Lynch-et, vagy a Szeki a Falconsen, és most is óriásit játszott a Rams ellen. Ráadásul azok a hírek jönnek az edzőtáborból, hogy lefogyott pár kilót, és sokkal gyorsabbnak néz ki. Kyle Van Noy szerintem az egyik legesélyesebb egy új szerződésre, ugye neki lejár év végén, és nagyon meg lennék lepve, hogyha ő nem kapna tőlünk egy újat. Jamie Collins, a tékozló fiú, hihetetlen jó játékos tud lenni, hogyha ha viselkedik, és éppen nem a manikűröshöz jár. Javon Bentley-től pedig, amit tavaly láttunk, abban a kis időben az parádés volt, annak ellenére, hogy a draftolás akkor én csak azt a kérdést tettem fel, hogy ki a tököm az a Javon Bentley, mert életemben nem hallottam róla, aztán hamar kedvenc lett. Úgyhogy, igazándiból már eleve, hogy hoztunk egy linebackert, azt nagy üdvrivalgással fogadta mindenki, hogy nem az Elandon Robertsnek kell fellenni a pályán. És nem a Jordan Richardsnak kell fellépni egy posztra, mert ugye a Philly elleni Super Bowl-on kapott linebacker snappeket is. A legnagyobb bánatunkra. Tényleg a Jordan Richards az mindent játszott már, annyira szerencsétlen volt szegény mindenütt, hogy... És igazándiból bárcsak ne játszott volna egyik helyen se. Tehát, igen. Tehát kevés perszurkoló van szerintem a világon, aki, és nem hozzátartozóiról beszélek, de hát így nem nagyon tudom a fiatalembert megítélni pozitívan, mert tényleg persze ez már óriási eredmény, valaki az NFL-be bejut, meg hát hol vagyunk mi ettől, de hogy annyira kilógott állandóan a játékával az a fiú, hogy nem volt megnyugtató egyáltalán. És ehhez képest draftolunk egy linebackert, mindenki azt gondolja, hogy de jó, Roberts, aki ugye leszegett fejjel megy, és akkor ha eltalálja a lukat, akkor nagyon jó, ha nem, akkor mint Forrest Gump elszalad a... De hogy draftolunk egy Bentley-t, vagy egy linebackert, és akkor kiderül, hogy ez egy Bentley. És akkor hiába csengúja jó a neve, hogy Bentley mégse az a márka, amire számítottunk annak idején. Lassúnak tartották, passz ellen nem tartották jónak. Merev csípő, nem is tudom még miket írtak róla. És gyakorlatilag akkor... minden, ami hátrány lehet egy NFL linebackernél, az fel volt sorolva mellette.
Egyetlen egy előnyt viszont ugye írtak, hogy végig csapatkapitány volt a... Így van. Az egyetemen, és én azt gondolom egyébként, hogy odaadták neki a pöttyös sisakot már az első évében, persze nyilván ebben szerepet játszott, hogy estek ki előle mondjuk olyan játékosok, akik viselhették volna, de ő igazándiból hívott védelmi játékokat, ami én azt gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés egy ilyen védelemben. Talán valaki azt nyilatkozta róla, valaki a csapatból, hogy igazából már az első edzések után, mondjuk egy hét edzés után egyértelmű volt, hogy ő ezt a feladatot meg tudja oldani, és ugye az előszezonban végig rajta volt a pöttyös sisak, szóval ő abszolút kellemes meglepetés volt, és az volt az igazán érdekes, hogy tényleg egy kvázi ismeretlen játékos volt ő a draft előtt. Az ötödik körben ő Reach-nek tűnt, és utána viszont meg kikerültek olyan statisztikák, hogy a PFF-nél a legjobban értékelt linebacker volt az egész egyetemi fociban az utolsó évében. Miközben meg fogalmunk nincs róla, hogy egy kisebb egyetemről érkezik egy olyan játékos, aki akár hosszú távon vezére lehet ennek a védelemnek, hiszen azért a meghatározó játékosaink szerződése lejár, vagy éppen tavaly már nyugdíjaztuk volna, köztük én magam is, Donta Hightower-t. Igen, és a szezon elején nagyon rozsdásnak is tűnt. Aztán a végére megint beindult, és hát a playoffban nem nagyon van olyan ember, akit jobban szeretnék kezdő linebackerként látni, mint Hightower. A Super Bowl-ról pedig ne is beszéljünk, hogy ott egyértelmű. Hightower, Vannoy és Collins is elég erős a blitzelésben, és veszélyes az irányítóra. Szóval el tudom képzelni, hogy akár mind a hármójukat próbálgatjuk majd ebben a szerepben, vagy egy 3-4-es védelemben. És igazából nem tudnám megmondani, hogy ki kapja majd itt a legnagyobb szerepet. Talán a Collins egy kicsit gyengébb ott, és ő inkább középről veszélyes, de Vannoyt is el tudom képzelni szélen, és Hightower-t is akár egyszerre is, mert középre még mindig ott maradt Bentley, Collins, vagy akár Roberts is, szóval nem okozna problémát, hogyha külső linebackerként az irányítót támadnák. El tudsz képzelni olyan forgatókönyvet, hogy Jamie Collins nem lesz 53-ban? Mondjuk a hétvégéig el tudtam képzelni, tehát én nem mondom, hogy ellene voltam a leigazolásának, de nem igazán értettem, hogy rá miért van szükségünk, viszont most Belichick nagyon elismerően beszél róla, nyilván nem jelent semmit, mert elmondja ő ezt mindenkiről, de most inkább úgy érzem, hogy rossz terem fog maradni. Most a hat linebacker közül ugye 5 használható defensive snappeknél, mert Brandon King az egyértelműen mind a kettőnknek a special team szerepe miatt van. Nem is játszott defense-ben, amióta nálunk van, talán előszezonban. Igen, és de viszont a speciális egységben megkerülhetetlen szerepe van. Tehát annak előtt, hogy mondjuk valaki felteszi a kérdést, hogy akkor miért viszünk egy Brandon Kinget, sosincs pályán, tehát ugye eleve tudjuk Belichicknek ezt a fétisét a speciális egység felé. Másrészt a Brandon Kingnek a hiánya a Boldennel egyetemben, amikor a Kingnek tavaly volt valami kis problémája, nagyon döcögött egyből a... Meg ugye az Ebner is hiányzott, és a... Igen. Tehát a négy special team alapemberből 3 kiesett, és az egyszerűen tönkretett a kick-off coverage-ünket, a punt coverage-ünket. Szóval a Brandon Kingnek abszolút helye van az 53-ban, én azt gondolom. Térjünk is át egy olyan posztra, ami aztán annyira telítve van, ha külön veszük akkor is, ha együtt, akkor meg végképp. A cornerback-ek és a safety-k alkotják a defensive back egységet. Hát ahogy beszéltük már, jött ide draftolt ember, felépült egy olyan ember, akit meg előtte való évbe hoztunk korán, de nem játszott egy másodpercet se. Van 2 olyan draftolatlan újoncunk, akikkel
Az egyikkel fogadtunk egy Tyreek Hillt is akár, a másik meg eleve olyan teljesítményt nyújtott, hogy akár kezdő is lehet idén. A DeAngelo Ross idén járhatja be ugyanezt az utat, a Jonathan Jones az egész liga egyik legjobb slot cornere, és ha csak a cornerbacknél maradunk, akkor ki az, akiben gondolkodhatunk, vagy ki az, akiben nem, és ahogy át is adom a szót, akkor már a nézők, hallgatók láthatják is, hogy mi hogy vélekedünk ezekről. Eléggé egyezett a véleményünk, még a sorrend is. Hát ugye nyilván Stephon Gilmore egyértelmű, azt gondolom. Mellette nálam JC Jackson, a másik kezdő, és igazából a slotban pedig a Jonathan Jones parádé, és most edzéseken is elkapást alig engedett. És hát utána, tehát nyilván Jason McCourty helye is elég biztosnak tűnik, és utána vagyok nagyon bajban, mert tavaly ráadoztunk egy második kört Jude Dawsonra. Egy snappet nem játszott, pedig a szezon felénél visszatért injured reserve-ről, de még az aktív keretbe se tudott bekerülni. És ráadásul Jonathan Jones-t nem igazán néz ki, úgyhogy le tudná nyomni. És akkor még biztos, ami biztos, ráhúztuk a második körben erre az egységre a Joan Williams-et, akiről voltak olyan pletykák, hogy már akár 1/32-n is gondolkoztunk benne, akkor azért úgy fogtam a fejem, hogy mit fogunk vele kezdeni, így a második körben már azt mondom, hogy belefért, de jelenleg nem látom, hogy ezen a hatoson kívül bárki odaférhet, pedig a DeAngelo Ross elég jó edzőtábort hoz. És azért csak egy másodpercet szakítom meg a gondolatot, hogy itt is van egy tendencia avval, hogy általában 6 cornerbacket viszünk. Igen. Tehát nem nagyon tudunk telepakolni 7-8 embert, mert ahogy már eddig is láttuk, az meg máshonnan venne el helyet. Igen. És hát ugye emiatt egyébként sokszor kellem, hogyha belegondolsz, hogy milyen draftolatlan újonc cornerbackek érkeztek az elmúlt évekbe. A Jonathan Jones-szal együtt jött a Crevon LeBlanc, utána jött Kenny Moore, ő már nem tudta megcsinálni az 53-at, ahogy a LeBlanc se, most tömte ki a Kenny Moore-t a port. A LeBlanc én kifejezetten sajnáltam, amikor ugye elbukott. Igen, a kérdés, hogy Jones vagy a LeBlanc, és hát utólag jó döntésnek tűnik Jones. Ugye akkor egyedül a special team tapasztalat szó mellette. Akkor utána érkezett a JC Jackson, és most meg a DeAngelo Ross lehet ilyen, de egyszerűen nincsen neki hely, úgyhogy a Kenny Moore féle útvonalat járhatja be szerintem, hogyha nem lesz sérülés, vagy valahogy megpróbálhatjuk visszacsempészni a gyakorló csapatba. Ahhoz kicsit most az elkövetkezendő egy hónapban le kéne lazulnia, szerintem. Igen, hogyha ugyanezt hozza, akkor nagyon nehéz lesz. El kéne dúdosni őt edzésekkel, mert az előszezon. Igen. Szóval, safety-knél? Hát safety-knél ugye nyilván az első három ember az nem kérdés, a McCourty, Chang, Harmon 3-as, Ebner se nagyon, az előbb említett specialty mérték miatt, és szerintem ott a training camp egyik legkiegyenlítettebb csatája, a Melifonwu-Brooks páros harca a negyedik, ötödik safety pozícióért. Mind a kettőjük használható special teamben, talán inkább a kormel miatt és a kicsivel több nálunk eltöltött idő miatt gondoltam én Melifonwu-ra, nálam azért nyert ő, de ők ott nagyon, nagyon hasonló kaliberek. Igen, meg azért nehéz ez, mert hogy ugye hoztuk Melifonwu-t, és akkor az off-season meg ide kerül Brooks, és akkor hogy olyan fura, hogy nem épül ez a Melifonwu projekt, olyan nagyon nem kapott nagy szerepet. Pedig én mondjuk sokat vártam tőle, mikor hozzánk került. Oké, hogy egy kicsit már így egy eltemetett, korán eltemetett karrier az övé, mert ugye többet vártak tőle, mint ami kijött eddig belőle, de én azt gondoltam, hogy akkor tényleg ide kerül Belichickkel, Floresszel, és akkor de jó lesz, meg akkor oda amúgy is kellene nekünk a tight endek ellen védekezni,
a safety közé ember, kell az olyan ember, aki termentesít bizonyos szituációkban, és hogy ebből nem köszönt vissza sem nekem. De én is Malifon Wum elé teszem a voksomat a kicsit nagyobb plafon miatt. Tehát, hogy én mindig azt gondolom, hogy vagy még azt gondolom vele kapcsolatban, hogy ami miatt ő nagyon korán lett draftolva, az még nem feltétlenül egy benézett dolog, hanem ez még nem jött ki. A TC Battle szituációknál ott párba is vannak állítva. Ami számomra kérdés, vagy érdekes, és akkor nem feltétlenül a D'Angelo Ross-szal kapcsolatos, hanem a Keyon Crossennel, hogy ő túlélhet-e egy practice squad-os csempészést azok után, hogy tavaly konkrétan udvaroltak neki NFL csapatok, illetve nem neki, hanem a Patriotsnál, hogy szeretnék megszerezni, amennyiben elboltolnánk őt. Hát igen, ugye tavaly őt azért vittük az 53-ba, tehát az merül fel vele kapcsolatban, hogy egyszerűen nem volt rá esély, hogy ő végigér a waiveren, és vissza tudjuk hozni a gyakorló csapatba. Én ezt jelenleg is úgy gondolom, hogy szerintem őt elvinnék. Nem volt kiemelkedő az első szezonja, de szóval én most nem tartom azt valószínűnek, hogy bármilyen módon nálunk lesz a szezon kezdetkor. Talán ő most még sérült listán van, az lehet az egyetlen reális módja szerintem annak, hogy ő nálunk maradjon. Ha onnan lekerül, akkor a gyúdószont kéne kiszorítania, és nem tudom, hogy nulla NFL snappel lemondunk-e a tavalyi második körös pickünkről. Hát főleg azok után, hogy volt már második körösünk, aki 2 évig minimális teljesítményt tudott letenni cornerback poszton, és még a Residing. Igen. És ennek ellenére a harmadik évet is cipeltük, de amúgy nem tudom tényleg, hogy a Dawsonnál már felmerültek tavaly is olyan hírek a slot receiverekkel szemben harcolnia, hanem hogy most belezavarodtam, mert előre akartam gondolkodni, hogy a safety ellen, vagy a safety között is esetleg kipróbálnánk, és azért zavarodtam bele, mert közben már Williams-el járt az agyam, hogy a Williams-el kapcsolatban is van egy ilyen teória, miszerint ugye a nagyobb darab cornerbackekre van szükség, mert hogy nagyobb darab elkapók kerülnek a ligába, ugye konkrétan ez mondta Beli csak a draftolása után, de hogy Williams konkrétan a tight endek ellen is megállná a helyét, ez pedig kihathat akár a safety egységre is, hogy bár ez nem tudom elképzelni, tehát Melifon Wum kívül mindenki érinthetetlennek tűnik, ugye az Ebner kihagyhatatlan, megkerülhetetlen a speciális egységbe, a másik háromból én mondjuk a hármont annyira nem kedvelem, de a hármonnak a játéka meg nem kiváltható a Williams kvalitásaival. Hát igen, talán a Williams-et azt érdemes kicsit külön kezelni a depth chart-tól. Ő, hogyha van olyan, legalábbis idén biztosan, hogyha van olyan tight end vagy elkapó, aki tényleg kifejezetten magas, akkor Williams is van 6-4 körül, tehát hogy az egy ilyen 196 centi környéke. Szerintem őt az egész depth chart-tól érdemes külön kezelni. Talán akkor leginkább Chang játékát válthatja ki, hogyha a tight endekre állítjuk rá. De... Igen, de Chang-gal meg most még firkantottunk kis papírt. Tehát... Igen, tehát csak Chang nem csak a tight endeken védekezik, és talán emiatt, hogy komplexebb szerepe van annál, és amit megmondtál, hogy hármon ló honnan kicsit lefelé ki, hogyha valaki onnan ki lehetne szedni, akkor az talán ő, de Williams meg nem ez a stílus, esetleg a Duke Dawson... Na, ez volt a zavarom, hogy a Dawson-Williams hármon triót már előre gondolkodtam a mondatom elején, hogy a Dawson, hogyha Crossen rostert foghat, én úgy látom csak, hogy ő ide férjen ebbe a vonulatba, hogy a Dawson valamilyen oknál fogva, annak ellen, hogy nem látok erre reálisan
bekövetkező esélyt, a hármont kiszorítja. Tehát, hogy a Duke Johnson menne free safety-nek, vagy használnánk ebben a bár, ugye itt is, hogy a két safety egyre inkább hasonló megoldásokkal kell, hogy éljen, tehát kezd el tűnni nálunk teljes mértékben a strong safety, free safety vonulat, de hogy én ebbe látnék még egy ilyen minimális esélyt a Keon Crossen becsempészésére, hogy a Duke Johnson az safety-ként lenne, free safety-ként lenne használva, és akkor viszont a hármonnak lerezegne a léc, de nem tudom, hogy hármonnak rezeghet-e a léc nálunk egyáltalán. Hát Rutgers-ös volt, szóval nehezen. Igazából csak azért feszegettem ezt, mert én, tehát ha ezt a 11 embert kell nézni, akkor nálam a 11. helyen van személyes kedvelés alapján a Duran 3-on. Egyszerűen olyan vakon tud lenni a hosszú passzoknál, annak ellenére, hogy nyilván a szurkolóknál a méltán kiérdemelt The Closer becenévvel, illetve, tehát hogy az marad meg az embereknek, amikor az döntő interceptionöket ő szerzi. De azért ezek a döntő interceptionöknél megy a labda a levegőbe egy 40-50-60 yardot, tehát elég könnyen oda lehet azért, akkor könnyen megint a fotelból mondom, tehát hogy azért elég NFL szinten elég könnyen odaérhet egy safety erre, de ha ennél rövidebb passznál kell, és mégis még hosszú játékról beszélünk, tehát egy 20-30 yardos passznál úgy el tud tévedni a hármon a pályán, hogy egyszerűen nem is értem, hogy hova megy. Nem tudom, megvan-e benned, volt egy ilyen legendás, nem tudom melyik meccsen volt, de ez a tavalyi év elején, amikor ment a passzjáték a bal oldalra, vagy a jobb, nem, a Golden Tate társadalán talán a Detroit ellen, hogy teljesen másik irányban, mert nem is volt ott ember, és a hárman elszaladt arra. Tehát, hogy ez ilyen fura. Megvan a helyzet. Egyébként még a Duke Johnsonnál elég sokan írták ezt a safety dolgot. Tavaly, amikor draftoltuk, akkor a játék stílusát volt, aki Chunkhoz hasonlította, vagy például hát egy-két hete volt Twitteren egy ilyen összehasonlítás, hogy a fizikális adottságaik, meg a mért adatai, azok meg elég közel állnak a Devin McCourtyéhoz. Tehát egyébként nem egy ördögtől való ötlet, hogy őt kipróbáljuk safety-ként is, de egyelőre az edzőktől erre nem sok utalást láttam. Nem igen, 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 igen. Tehát itt dől meg a gondolatmenet, hogy igazándiból erre nem látunk törekvést. Igen, tehát a Jonathan Jones-szal versenyzik, leginkább a Berrios-szal harcolnak mind a ketten. Igen, jó. Berrios legnagyobb problémája ez, hogy a Jonathan Jones-t kellene legyőzni, ahhoz, hogy villantani tudjon. Visszatérve egyébként így, hogy most szóba került az offense, és akkor nem nagyon rabolnám tovább a defensive back-ekre az időt, mert még van bőven a tarsolyunkban mondani való, hogy azért ez a védelem, nem lennék meglepve, ha könnyedén hozná a csapat a playoffban mutatott teljesítményét. Abszolút elképzelhetőnek tartom. A fizikális cornerek, ugye a Gilmore és a J.C. Jackson. A Gilmore mellett konkrétan nincs elkapás. Tehát konkrétan nincs elkapás. Tehát ez valami döbbenet, hogy ha célba is merik venni az irányítói, nincs elkapás mellette. Igen, akkor azt hinnéd, hogy a tavalyit nehéz fokozni, akkor letol egy ilyen training campet, és hogy egyébként a Tyloo is nagyon, nagyon elismerően nyilatkozott róla, most ugye, hogy beiktatták a Hall of Fame-be, akkor mondta, hogy Gilmore a következő Patriots defensive back, aki bekerül. Szóval még akár adott is a párhuzam, már csak messzámban és a játék sikerességében, vagy eredményességében. És tényleg, hogyha a J.C. Jackson is szintet lép, amire azért elég jó esély van, és tényleg róla a vezetőség is úgy gondolkozik, hogy akár a Gilmore is szintet elérheti, legalábbis erről voltak hírek még március környékén, akkor ez a secondary, ez már önmagában nagyon brutális lehetne, még a tavainál is erősebb, és a maradék posztokon is előrébb léptünk egy szintet
Igen, a Williamsnek a fizikalitása, vagy a fizikális megjelenése, az biztos, hogy emel ezen a védelmen. Az ikreknek a játék tempója, az én nem is tudom ennyi idősen még hogyan, vagy nem tudom, emlékszünk a Super Bowl-on a Brandon Cooks-ot megakadályozó Jason McCarthy sprintre. A Jonathan Jones, ő nem tudom, tehát hogy amikor azt gondolod, hogy már egy olyan emberről, aki ilyen radar alatt jött a ligába, meg az 53 nyolt versenybe, és akkor hogy már nem tud fokozni, és akkor ez az ember minden évben a szívét, lelkét kiteszi a pályára, és olyan interception-öket szerez, ami még élmény számba is mehet. Nem csak az, hogy odapattan a kezébe, vagy valami. Tehát nagyon sokat várok ettől a csapategységtől. Így van. Tehát tavaly is szerintem a legerősebb csapategységünk volt talán az online, ami erősebbnek tekinthető, és most is igazából minden adott ahhoz, hogy legalább ugyanazt hozzuk. Egyébként, ha már ugye szóba hoztad a McCourtyék sebességét, nem csak Jasonnek volt ilyen játéka, konkrétan tavaly a Devin McCourty volt a leggyorsabb. A Bills ellen visszahordott interception-en. Tehát azt mondom, hogy a két ikernek a tempója ez őrület. És 30 évesen ez a tempó, ez... Igen. Tehát általában akkor már kicsit szoktak lassulni az emberek, igen. De még a pályájuk csúcsán is, mondjuk nem tudom, a Darrell Davis 32, vagy nem tudom mennyi volt, mikor tőlünk elment. Ott körülgetett, igen. És akkor ő utána látványosan be is lassult, tehát még azért akkor van még egy-két év a tankba. Rajni jártak a Davis szigetre az elkezdve. Igen. A speciális egységnél nem csináltam külön bontást, mert egyrészt négyen vannak, és akkor abból három embert kell mondani, másrészt mind a ketten ugyanazt a három embert neveztük meg. Itt pirossal szedtem azt a Ryan Allent, akitől szerintünk elköszönünk, és meghagyom a lehetőséget, hogy Jake Bailey mellett érvelj, miért mellé tetted a voksodat. Hát, igazából pénzügyi okai is vannak, szerintem, tehát a Bailey olcsóbb, mint Ryan Allen, és azért Allen nem volt rossz punter, de nem is nyújtott kiemelkedőt, még az edzés riportok arról számolnak be, hogy Baileynek brutálisan erős lába van, és hatalmasakat pántol, és öröm nézni, és az egyik legérdekesebb pozíciós csata az edzőtáborban. Úgyhogy engem meggyőzött, ráadásul egy ötödik körös picket áldoztunk rá. Nyilván nem jelent semmit, tehát a Byron Kovártot is mi kivágtuk, de azért Pantert, ha ilyenkor behúzunk, akkor azért gyanús, hogy meg fogja csinálni a rostert. Az egyetlen ellenérvem vele kapcsolatban az, hogy jobb lábas. Tehát más nem tudok felhozni ellen. Igen. De az már eléggé jól mutatja nálunk a poszton lévő úgymond kákán csomót keresés, nem, hogy nem tudunk más mellett érvelni, tényleg, hogy a Belichick szereti a ballábas rúgókat, és ennyi az egy, ami bele lehet kötni a Baileynek az eddigi edzőtáborában. Akkorákat rúgdos a labdával a fiatal ember, hogy most már konkrétan a kickoffokat is gyakoroltatják vele. Hát, hogyha még azt is átveszi Gaskowski-tól, akkor gyakorlatilag nincsen kérdés, hogy ki fogja szorítani Ryan Allent, tehát hogyha jobban rúgja a kickoffokat, mint Gaskowski. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő lesz a mi emberünk a Panther posztra. Igen, én is maximálisan egyetértek, és nagyon gyorsan, igazán ki ne térjünk arra, amit már elmondtunk az egyes posztoknál, hanem inkább ha van olyan, akkor egy konkrét nevet mondj, hogy kit vársz befutónak, bár ugye a posztokon ezt már átbeszéltük, vagy ha van valami észrevételed, akkor azt még nyugodtan fejtsd ki. Irányítóknál, a Hoyer Steedham dolgoknál említetted, hogy ha Steedhamnek megfelelő edzőtábora van, meggyőző lesz, akkor Hoyernek meszeltek. Az elkapóknál látsz-e valami lehetőséget Olszewskinek,
Berriosnak, felépülhet-e a Thomas Meredith duó, és akkor kiszoríthatnak-e valakit. De mondom, mivel ezeket így nagyjából érintettük, és csak azért tettem be, hogy lássák a nézők, hallgatók, hogy milyen küzdelmekre lehet számítani az adott posztokon, vagy ha valahol kihagytam valamit, akkor azt még említsd meg, légy kedves. Hát igazából az elkapok netek a Meyers, Berrios, Harris 3-as az kiletvesézve, Thomasról is volt szó, viszont Meredith kapcsán ugye az érdekes lehet az a projekt. Annó a sérülése előtt kezdő elkapóként ment a szezonra a Bears-nél. Ugye az előszezonban szétment a térde, talán a Titans ellen, és onnan abból nem igazán tudott visszatérni. Most, ha rendben van a térde, akkor ő megszorongathatja az elkapódás csárta a jelenlevőket. Főleg, hogyha mondjuk a Meyers vagy a Harris nem tudja azt a szintet hozni, vagy akár a Berrios, amit várunk tőle, attól függően nyilván, hogy onnan kikerül be, akkor én el tudom képzelni, hogy ő akár odaérhet, majd mikor aktiváljuk a sérült listáról. Olszewski kapcsán pedig én őt a gyakorló csapatba várom. Szerintem róla nem mondunk le, ahhoz túl sok oldalú, meg az a túlságosan Belichick álom játékosa, tehát az első edzésen és az utolsó, aki eljön. Majd ő jövőre megint próbálkozhat, én azt gondolom, de idén még nem látok esélyt arra, hogy ő az 53-ba bekerüljön. A practice squadbe ki az, aki szerinted ezen játékosok közül legitimitást élvez, és ki az, akit csak úgy betettünk, mert a szívünk ide húz? Hát kezdeném az utóbbival, tehát a Keon Crossen és a D'Angelo Ross. Én nem látom, hogy ők ide visszakerülnének valahogy, de a Derek Rivers se. Mindenesetre beírtam őket, mert tényleg őket jó lenne megtartani, de sajnos nem látok rá túl nagy esélyt. A Braxton Berrios kérdőjeles, ő esetleg szerintem visszakerülhet, de nála is inkább a felülbillanom érdeknyelve, hogy nem. Kíváncsi leszek, hogy tényleg mely hány olyan játékos lesz, akit eltaláltunk itt a practice squaddel kapcsolatban, és meg tudtuk menteni magunknak. Zárásként, mielőtt rátérünk a konkrét eredményekre, kértem tőled is bold prediction. Te azt mondtad, Josh Gordon zárja a legtöbb elkapott touchdownon a csapaton belül, illetve GC Jackson All-Pro lesz, és itt a második csapat is számít. Mekkora szárnyaló képzelet kellett az elsőhöz? Igazából ez nagyon sokáig eszembe se jutott, ez a szombati kérelme után voltam vele úgy, hogy akkor legyen ez az egyik bold. Állítólag remek állapotban van, így pedig igazából benne van a lehetőség. Nyilván, amit mondtam, nem lehet soha tudni, hogy az a bizonyos üves cigi az mikor kerül elő. Azt mondom, hogy most egy szezon Bradyvel az nagyon sokat jelent bizalom szempontjából, a magassága is megvan. Szóval, ha pályán lesz, akkor őt a Red Zone-ban fogjuk keresni rendesen, ráadásul azért tudjuk, hogy elkapás után is bőven tudja termelni a yardokat. Azt gondolom, hogy egy boldot megért a dolog, aztán az eredetileg Gordon tiszta marad, nem látok rá sok esélyt, de akkor azt mondom, hogy abszolút reális. A Jackson az szerintem közelebb áll, sőt a négy boldból az áll legközelebb a valósághoz. Én ugye mind a két kedvencemet betettem, már Rivers-en gondolkodtam még, hogy Bentley és Rivers, de az már nagyon, az még Gordon legtöbb touchdownjánál is merész lett volna. Igen, gondolkoztam jelen, de én ugye a Berriosson és a Bentleyn gondolom úgy, hogy egy boldot megért, igazándiból a kedvencek felé hajlottam. Zárásnak pedig akkor nézzük a menetrendünket, ahol, ha jól látom, négy helyen térnek el a tippjeink. Igazándiból mind a ketten 8-0-ás hazai,
rohamot vezényeltünk, és idegenben 5-3, de ezek másik-másik mérkőzéseken vannak. Talán a Philadelphia az egyetlen, ami közös, és 13-3-mal zárunk mind a kettőnk szerint. Egy tényleg egy nagyon gyors értékelőt erről, hogy miért érzed, úgyhogy a Jetsnél kikapunk, illetve hát látom nálad Miami-ba is, a második, az első oszlop, az első sor az enyém, a második a tiéd. Hát a Dolphins az a klasszikus vereség. Miami-ban tavaly álltunk a legközelebb hozzá az utóbbi, hogy ott nyerjünk, és hát szerencsére a stream az pont akkor ment el, amikor megtörtént a Miami Miracle, úgyhogy csak az ESPN-en láttam, hogy valahogy sikerült elbukni azt a meccset is. Szerintem nagy meleg van még azért szeptember elején, nem leszünk még talán csúcsformában, és hát Miami-ban nem nyerni megyünk általában, úgyhogy én oda amiatt várok egy vereséget. A Jetsnél ott már talán régen volt egy idegenbeli vereség a Jets, most már pont ki fog jönni, azt gondolom. Azért most erősödtek Bell-el, Darnold, hogyha szintet lép, akkor ezt el tudom képzelni, hogy szorosabb meccseket játszunk velük, és idegenben akár feléjük is billenhet a mérleg nyelve. És hát az Eagles ellen, hát egy nagyon komplett csapat ellen, idegenben, és azt gondolom, hogy ők azért okozhatnak nekünk problémát, és igazából nem láttam reálisnak azt, hogy 14-2-vel ezt lehozzuk, mert valahol még becsúszik egy gyengébb meccs, és akkor viszont az Eagles tartom erre a legesélyesebbnek. Én, mivel a legutóbb már csak a csoda segített a Miami-n, ezért úgy gondolom, hogy most már az sem fog rajtuk, tehát, vagy mondhatnám azt is, most már nincs Gronk, akit be lehetne tenni safety-nek. Igen, de úgy voltam egyébként vele, hogy muszáj valahova vereséget tenni, és kifejezetten a Ravensbe sem láttam, hogy most az problémát okoz nekünk, de már annyi mindenkit legyőzettem addig, hogy mondom, akkor ott kapjunk ki, meg a Filivel is úgy voltam, hogy jó, akkor kapjunk ki a Filitől is, de nem egy erősnek tűnő sorsolás ez szerintem. Hiába erősödtek a csoportriválisok, azért ez mégiscsak a mi csoportunk, mondhatjuk is nagy képűséggel talán, bár a Jets azért idén eléggé belehúzott több poszton is, és úgy tűnik, hogy akár playoff csapat is lehetnek ismét. A Browns-szal is játszunk, akik meg ugye csoportgyőztesek lehetnek, de a Redskins az nem egy acélos ellenfél az idén. A hazai pályán játszunk azokkal a csapatokkal, a Chiefs és a Cowboys esetében, és a Browns esetében is, akiknél idegenben rezeghetne a léc. Nem tudom, a Texans az úgy szokott nekünk feküdni. Nem tudom, valahol három vereséget be kell, olyan nagyképű lenne, ilyen 15-1, meg ilyen, nem tudom. Tehát ugye plusz még benne van az, hogy azért szeptemberben mi nem vagyunk az erősek, bár most a csoportmeccsek vannak szeptemberben, nem tudom, mennyire engedjük ezt el, ugye azok azért duplán számítanak. Nem tudom, tehát én meglepődnék, ha 13-3-nál rosszabbak lennénk, 12-4 az alja, szerintem. Igen, annál szerintem se lesz gyengébb. És láttam a menetrendet, akkor azonnal nyilván rávágja az ember, hogy 16-0, nincs kérdés, de azért be fognak itt csúszni a vereségek. Persze, minden évben van olyan vereségünk, ami országos egyes, sőt, tavaly ugye több is, adódott, ez simán előfordul, és nem lesz világvége, hogy tavaly is próbálta pár ember tartani a többi temetkezési vállalkozóba a lelket, hogy azért a hazafiakat nem kell föld alá helyezni, mert egy-két vereség az évelején becsúszott. Én most is azt mondom, ha jönnek ezek a vereségek papíron gyengébb csapatoktól, akik aztán könnyen lehet, hogy nem is lesznek gyengébbek évvégére, hanem bekerülnek a playoffba ők is, akkor sincs semmi baj, mert ez egy tényleg egy olyan schedule, amivel egyszerűen csoport elsőként be kell jutni, és már nem mondom, tehát itt igazán nem látom azt, hogy a kiemelés is veszélybe legyen. Tehát az első két kiemelés is nagyon lehet. A többi csapat, aki erős, azok a Chargers és a Chiefs, ők egymással lesznek elfoglalva, a Raiders erősödni látszik, a Broncos az bármikor megverheti őket,
igazándiból egymástól ezt csipegetik a többiek. Ugye a Browns az megint egy olyan csoportból jöhet a Steelers-szel, a Ravens-szel, hogy ott nem biztos, hogy kinéz egy 12-13 győzelmes első helyezett. Nem, Colts, nem. Texans, ugyanez. Igen, igen, hát igen, hát a Texans, Jaguars, Titans, Colts, ott megint nem, tehát én azt gondolom, ezzel a 12-13 győzelem az első-második helynek meg kell lenni, a rájátszásban meg felesleges okoskodó, teljesen új dolgok történnek, ezt tavaly ismét bemutatta a csapat, és ha valakire tenni kell a rájátszásba, akkor én azt gondolom, az Bill Belichick. Tehát igazándiból ott már akkora fórunk van, hogy tavaly is temette mindenki a brigádot, hogy Kansas otthonában nem fog nyerni. Már a Chargers ellen. Már a Chargers ellen baj lesz. A Chiefs ellen ott semmi esély nincsen, és hát a Rams az meg hú. De ugye nyilván voltak olyan vélemények is, hogy minden csapat pont ellenünk betlizett, ami hát számomra azért kicsit megmosolyogtató, mert azért ilyen nincsen. Tehát 20 mindig, éve. Igen, 20 éve. Tehát, hogy annyit tudsz játszani, mint az ellenfél hagy. Ha mi ennyit hagytunk az ellenfeleknek, akkor abban nem tudsz mit kezdeni. Tehát igazándiból olyan első félidőket tett fel az edzői stáb mindegyik rájátszás meccsen tavaly, hogy az imponáló volt. Megköszönöm mindenkinek a kitöntető figyelmet, Petinek nagyon szépen köszönöm az együttműködést, és hogy észrevételeivel hozzájárult a podcast első évadának első részeihez. Amennyiben lesz rá igény, illetve amennyiben Peti vállalja, akkor nagyon szívesen fogunk jelentkezni, én azt gondolom a tréningkempek után egy 53-at értékelve. Ha van kedved, akkor itt most leteheted a hűségesküd. Van kedvem, úgyhogy részemről folytathatjuk, és te köszönöm a meghívást, és köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!